Jaj, de aranyos! Az ősz itt van újra, nazzan és cuccok a videósboltba, link a leírásban. Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém. Sziasztok! A mai videóban... Ma rég szerepeltetek, nem? Kettő vagy egy hete. A mai videóban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen egy jó testvér, vagy mik azok a kötelezettségek. Nem, milyen egy jó testvér, ugye nagyon sokan szoktátok írni nekünk, hogy mennyire jó testvérek vagyunk, nagyon hálásak vagyunk érte, és nagyon boldogok, hogy szeretitek az ilyen családi videókat. Én mindig törekszek arra, hogy a családcentrikusságot mutassuk be nektek ezekben a videókban, meg hogy szépen beszéljünk, bánjunk egymással. Természetesen félreértés ne essék, nem mindig sikerül így viselkednünk egymással, mert azért a srácok, huncutok szoktak lenni, úgyhogy először megkérdezzük az Ádikát, hogy milyen... De már vigyorok! Most vannak abban a korban, hogy nagyon-nagyon huncutkodnak, úgyhogy nagyon gyorsan nőnek a fiúk. Na Ádikám, Szerinted Ádikám, milyen egy jó testvér? Aki nagyon szereti a családját. Hát jó, de ez ilyen alapérted. Szerinted hogyan kell viselkedni egy jó testvérnek? Hát szépen, de mi se szoktunk mindig szépen viselkedni egymással. Igen, mert? Mert vereket. Jó, hát azért... Mert kiabálunk egymással. Az mikor? Nem mindig játékból verekedünk, de... Hát igen, képzeljétek el, mindig lehet fogadni itthon. Néha a barátnőmmel szoktunk fogadni, hogy ki fog először sírni. Néha eldurul a helyzet. Ugye nekem nem volt nagyobb testvérem, viszont ugye a nagybátyám és köztem 3 év van, és ugye hát a Dávid eltörte a lábamat, ott is az, hogy eldurult a verekedés sajnos. Felugrottam, kirúgta a lábamat, azt eltört. Na Ádika, én jó testvér vagyok? Igen. Mondd, hogy mikor nem vagyok jó testvér. Semmi. Na, légy szíves! Mondd, hogy... Van olyan, amikor nem vagy jó testvér, de mindig is szeretlek. Jaj, de aranyos életem! Köszönöm szépen! Régebben még kiabáltam veletek, meg azért mi is verekedtünk párszor. Mindig én nyertem. Meg te pelenkáztad. Én nem pelenkáztam, a biztos. De. Nem, mindig... Azt mondtad, hogy egyszer pelenkázt. Nem, a Vivi pelenkázott, mindig én inkább mosogattam. Én nem tettelek tisztába, mert olyat oda nyomtál. Ahogy Ádika is mondja, hogy attól függetlenül, hogy vannak veszekedések, ugyanúgy szeretjük egymást, viszont előfordult már az, hogy ugye én, mint idősebb nagy testvér, én késztetést éreztem arra, hogy én jobban odaszóljak rá, vagy hogyha voltunk valahol, akkor úgymond ilyen nevelési célzatból, de ugye később rájöttem, hogy én a példamutatásommal tudom nekik megmutatni, hogy mi az, ami jó, és lehet, hogy néha ugye ők is csalódottak voltak, hogy na, Batyi tud kiabálni, vagy ránk tud szólni erősen. Volt, hogy Ádika napokig nem beszélt velem, mert úgy megbántottam, és hiába mentem oda, hogy ő megszeretni, nem, mindig eldöktél magadtól, meg inkább elmentél máshova, meg minden, úgyhogy elő szokott nálunk is ez fordulni, de általában én vagyok az, aki oda megy, hogy bocsánat kér, és mondom neki, hogy kap valamit, hogy így ezért le lehet kenyerezni, de nem mindig, nem minden esetben. Ákos, szerinted milyen egy jó testvér? Hát... Jó kérdés. Tudom, hogy sokatoknak nincs testvére, valaki nem is akarna, vagy a családban ugye nem született még egy gyermek, de én mindig azt mondom, például az, hogyha valakinek elváltak a szülei is, vagy valami, hogy ugye valakinek nem adódott meg egy nagyszerű család, viszont ő meg tudja majd felnőtt korába teremteni ezt. Miért vagyok jó testvér? Azért, mert betartod az ígéreteidet. Ezzel vannak azért néha problémáim, de igen, igyekszem, amit megígérek. Most nem feltétlenül rátok irányuló, hogy nektek nem tartom be az ígéretemet, de igyekszem azért az élet minden területén, ugye ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Vegyük például egy apróságokat, hogy segítünk a letkében, nem az, hogy ott maradunk a gép előtt, hanem kimegyünk az öcsikéhez segíteni neki a letkében. Szerintem ilyen apró gesztusok, ugye hát már nőnek a srácok, az Ákost még, hát azért megszokták,
szoktam ölelni, az Ákos ahogy nő, ő már kevésbé igényli ezt a, inkább pacsi, meg minden. Ákos, mikor 9 éves volt, már nem is szeretett, én még mindig téged szeretném. Ja, azért, mert ő már nem engedi. De szerintem felnőtt korban se gáz az, ha egy 2-30-40 éves testvér oda megy egymáshoz és megöleli szerintem. Ő így is ugye ki tudjuk fejezni a másikat, hogy szeretlek testvérem, örülök, hogy vagy nekem. Ez is nagyon fontos. És ugye hát óvjuk, ugye aki nagyobb testvér mindig óvja a kisebbeket. Ákos, te is erre tudsz példát mondani. Nem is tudom, hogy Ádi valamelyik nap nem jött haza, és teljesen kivótál, hogy hol van, mert nincs a játszótéren. Hogy Ákos is aggódott ugye az öccsért, mert ő nagyon aggódott, hogy hova tűntél, mert nem ismered az órát, ugye? Meg nem is voltál a játszótéren. Eltűntél. Ahhoz közel voltam. Úgyhogy erre is nagyon odafigyelünk. A kistasóknak, ahogy mondtam az én, hogy kötelesség, jó, nem kötelesség, csak hogy például segíteni a nagy tesónak. Például, ha kimegyek én fát vágni, vagy fát hasogatni, vagy fát hordani. Nem mindig szoktunk segíteni. Őszinte, a gyerek nem mindig szoktak segíteni, mert vagy én még kicsi vagyok, azt szokták mondani. Bár én, amikor ennyi idős voltam, hogy az Ákos már nagyba hasogattam, meg fortam fát, az Ákos is most kezdett egyedül fát hordani, hogyha jól tudom, vagy anyának segíteni. Úgyhogy meg a papának is tényleg fát vágni, úgyhogy szerintem ez is nagyon fontos dolog, hogy segítsük egymást. És vannak olyan dolgok ugye, amiket a szülőknek, most anya is nézi ezt a videót, vagy apa is, hogy nem mondunk el mindent a szülőknek, és én mondtam is az Ákosnak, meg az Ádinak, hogyha valamit nem mernek elmondani anyának, apának, ha olyan dolog, hogy ilyen fiús dolog, vagy csajok vannak a dologban, akkor nyugodtan nekem elmondhatják, és az a mi kis titkunk lesz, és nem fog ezt kitudodni, és megpróbálok segíteni nekik. Ugye már tényleg abban a korban vannak, hogy nőnek, kamaszodnak, jönnek a turpisságok, azért rossz csontoknak, én is voltam rossz csont. A szaktanárikat azokat nem tudjuk elsomálkozni, látják anyáik a krétát. De hány szaktanárik van? Egy osztályfőnök. Ja, jó, értem. Sokkal jobb, ja. Neked nincs, te olyan jó gyerek vagy, mint én. Voltam. Ákos, vagy az Ádikán az észre lehet venni, én pont ugyanígy néztem ki, mint Ákos, meg azért a személyiségem is ilyen volt. Pont ugyanilyen arcom volt. Azt nem az, hiszem, hogy... De hát mondom, az Ádika egy kicsit, hogy is mondjam? Hogy figyel? Ő nem annyira szerény és visszahúzódó, így tudom kifejezni magam, de ezzel nincs semmi baj, ugye mindenkinek más a személyisége. A jó testvér az, aki nem helyezi előrébb magát, mint a tesóját, például elfelezi a csokit, akkor rögtön a nagyobb felét adja oda a másiknak. Ilyen kis apróságokon múlik az egész. Hányszor hangzódik el ebben a videóban az, hogy testvér? Hát sokszor! Jó, bocsánat, a szó is még köszi, bocsánat. Így van, kösz. Ez egy egyes. Szóismétlés. Hallottam már olyanokról is ugye, hogy ahogy felnőnek, bízom benne, hogy nálunk nem lesz ilyen, hogy ahogy felnőnek a testvérek, valaki egy egész életen át nem beszél többször, vagy összevesztek, vagy messze laknak egymástól, és így eltávolodnak egymástól, de szerintem nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk egymásra, ha nagyobbak is leszünk ugye a srácokkal, legyen egy összetartás, és úgy gondolom, hogy olyan egy jó testvér, aki odafigyel a másikra, azon van, hogy segítsen neki, még ha sokszor veszekednek, eldurul a helyzet, verekszenek egyet, akkor is a testvér az testvér marad. Verekednek. Ilyen egy jó testvér, hogy kijavít. Úgyhogy bízom benne, hogy tetszett nektek ez a kis videó. Még egyszer elmondom, félreértés ne essék, ugye a videóban látjátok, de volt olyan is, hogy videóban ugye rá kellett szólni az Ádinak, hogy menjen ki, ne videózzunk, mert valami problémája volt, hogy videóban tényleg úgy viselkedünk egymással, meg videón kívül is, csak vannak azért nálunk is olyanok, hogy csúnyán összeveszünk, megbeszéljük, ugyanúgy szeretjük egymást, segítjük egymást, és vigyázunk egymásra. Úgyhogy köszönöm szépen a srácoknak, hogy itt voltak.
Ha tetszett a videó, akkor kérlek szépen titeket nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a Nasz Dániel csatornájára. Köszönjük szépen! Sziasztok! Most ezt még kaptam! Hello!